A főszerepben Götz George, magyar hangja Újlaki Dénes. Bemutatjuk a Simánszki Kelepcében című filmet. A címszerepben Claudia Messner, Fehér Anna. További magyar hangok: Lesznek Tibor, Kassai Károly, Nagy Gábor, Balázs Péter, Hankó Attila, Szalai Imre, Zentai Lilla, Seres Gabriella, Nagy Miklós, Jáki Béla, Orosz Klári, Simonyi Piros. Írta Martin Gies és Axel Götz. Fényképezte Axel Block. Zene Klaus Lage. Just a child, not the one who's walking the street, not the one who's running wild. See, life hasn't changed that much. You don't want to know. All the love we shared in this world. Magyar szöveg Somló Éva, hangmérnök Varga Zita, rendezőasszisztens és vágó Kozma Mari, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Dr. Márkus Éva. A szinkron az MTA Kutatófilm stúdiójában készül. Forgalomba hozza a Moké. A filmet rendezte Hajo Gies. Thank you.
tehetek? Menj a pus fenébe. Tévedés volt, elnézést kérek. Takarodj a kocsimtól. Szép jószág. Bűnügyi rendőrség. Sandowski urat keresjük, itt dolgozik. Igen? Igen. Álljon meg, kérem. Hátulról tessék. Úgy jobban szereti? Igen. Azaz nem. Sandro a konyhában gyere, van. Gyere, gyere. Idegeneknek tilos a belépés. Ki innen? Maga Norbert Sandrovski? Dehogy. Melyik az? Sandro! Te mindig késsel jársz? Miért keresnek? Azért, ami a régi gyárban történt. Azt sem tudom, miről beszél. Tagadja, hogy ott volt? Mit keresnék a romok között? Az ugrálós fiú köpött. Én pedig köpök magukra. Te persze nem is tudod, hol a régi gyár. Oh! Azt sem tudod, milyen egy kés, és mire használják. Te itt sem vagy. Húztok csőbe! Be akartok fürözteni, rohadt hölgy! Tudjuk, hogy ott sem volt. Tudjuk, hogy ügyvéd nélkül nem beszél, de azért visszük be, hogy felhívhass a bárcinát. Erre már rábáztok, fiúk! Félre innen! Meglátszik, hogy hamburgeren élnek. Csináljon cirkusz, gyerünk! Mi szorongatsz? Fáj! Szabad lesz! Na, mit csinál? Elég legyen! Na, mit jelentsen? Őrized a veszem késelését! Magyarázatot kérem! Jó, folytasszák a bulit! Hol történt és mikor? Sehol. És soha. Proszi. Most jön a java! Kérem, megmutatom a hátsó buzi lehetsz! Erre megyünk és kész vagy, gyerünk, gyerünk! Nincs joga, zavarja vedélyt! Tanítson, ha szabad kérnem! Ön az főtanácsos úr. Nem tovább. Hű, ez drága lehet. Úgy értem, hogy a parfümje. Koni. Zabu. Igazán? Elnézést. Tudom, hogy te vagy, Koni. Az én nevem Zabu. Miért nem jelentkeztél ilyen sokáig? Mi van veled? Hogy kerülsz te ilyen helyre? Mit csinálsz itt? Dolgozom, amint látod. Mi a csodát lehet itt dolgozni? Egy ilyen lepra helyen. Kicsi Koni. Ó, Isten az égben. Gyere. Elviszlek innen valahova. Valami rendesebb helyre, jó? Öltözz át és megyünk. Na, ne idegesíts, Koni. Kapj fel valami neked való göncöt és lépjünk le együtt. Gyere! Már nincs jogod dirigálni nekem. Adjő! Öltözz és viszlek! Hagyjál még ki! Koni, leveted ezt a rongyot és jössz! Ereszel!
megértjük mi egymást. Hordd el magad, te rögtön! Ne pofálsz bele, családi ügy. Na, kászálod már, rossz itt a levegő. Tűnj el innen, de zubító! Képesz olyan vadul? A vallomását, hogy elolvashassa, mielőtt aláírja maga is. Hé, hiszen egy szót sem szóltam. A bűntársa kettő helyett is vallott. Há, az a fejére esett. Ez volt nála. A motozás során találtuk. Magától vette. Ezt? Szerinted mi ez? Crack. A szegények drogja. Há. A régi gyárban folyt az üzletelés, de egy kölyök megveszett. A bűntársa szerint maga késsel akarta megszurkálni. A gyerek elkapta a kést, és a Crack hatása alatt a saját társaira támadt. Maguk tették gyilkos vadállattá. Ugyan már. Krik, Crack, Krak. Tisza halandzsa. Elég. A Crack szinte szétrepeszti az agyvelőt, és mindjárt az első alkalommal. Aki nem döglik bele rögtön, egy életre diliházba kerül. És miután olyan olcsó, minden iskolás gyerek megveheti 10 órai helyet. Hát. Olcsóbb, mint a vajas kifli. Te mocskos disznó! Mindenért, ami a régi gyárban történt, ti ketten feleltek. Azért is, amit az a féleszű kölyök elkövetett. Ne akar gyereket dumálni a hasamba, öreg. Mondtam, hogy semmi közöm az egészhez. Ne is próbáld a nyakamba varni. A társa beismerte. Na, a társam. Nektek vannak ilyen gyagyás társaitok, nem nekem. Csönd beszélj. Engem nem fogsz átverni, nézd meg, jól nézd meg! Látod, te rohadt! Megjöltek, Rodi! Rájöttem, Matron! Igen! A Crackét a várból kapott? Nem, dehogy! Én nem akartam menni tőle a kés, amikor láttam, hogy... Tehát beismeri, hogy kés rántott? De nem azért, hogy tudjuk, én... Tudjuk, hogy a Crack a bárból jön, ne félj! Én csak most az egyszer csináltam, azelőtt soha! Én meg azt mondom, hogy a Crack a bárból jön, és bebizonyítom, ha addig élek is. Azonnal hagyja abba! Hagyja abba, vagy kidobhatom, mint tegnap! Mit keresesz tulajdonképpen? Az egyik kuktájuk szereti a nagy késeket. Ezért vagyunk itt. Őt elvitték. Mit akarnak még? Megtalálni a narkót. Házkutatási parancs van? Nem kell parancs. Elég a végzés. Ide a házkutatási parancsot. Egy-kettő. Majd utánunk hozzák. Minden tönkre tesz. Nincs joga kárt okozni. Hát, vigyázhatna jobban is. Akkor mi a frásznak adja? Nem vagyok a feljebb valója. Tegyen panaszt ellene, nem maga lesz az első. Majd én ellátom a baját, mégpedig rögtön. Ki a parancsnoka? Vagy a főnöke? Königsberg főtanács. Telefon 692, aha, de ilyenkor ebédelni szokott. Man Gott, es ist es vielleicht ein Irrsinn. Kann das eine Scheiße doch nicht brauchen. Das ist mein erstes Ding, ne? Bursch. Bitte? Können Sie vorstellen, was das heißt? Nein, nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Das ist mein erstes Lokal. Ist das vielleicht eine Scheiße, was da läuft? Sagen wir, können Sie da nicht was machen? Sie hätten bei der Auswahl Ihres Personals sorgfältiger sein müssen, Herr Hobbs. Das kann doch kein Mensch wissen. Gleich am ersten Tag eine Festnahme. Ich bitte Sie.
Wie Sie meinen Kollegen vor die Tür gesetzt haben. Ja, der ist selber schuld. Na, wann ich mich so auf für einen fremden Lokal? Ich glaube, das war nicht sehr klug. Glaube ich. Na, klug, 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 Scheiße. Jó napot, asszonyom. Jó napot kívánok. Nézze, maga normálisnak látszik. Ne hagyja, hogy a társa szétszedje a lokált. Ha megengedi, volna egy javaslatom. Tessék? Szeretném, ha vendégem lenne. Mire? Gyüvegsörre? Szolgálatban nem vissza. Ugyan, dehogy. Egy szép estére, étel, ital és ami fele jár. Gabi, Mauzi, gyertek ide, lányok! A ház ajándéka. Vagy válasszom kedve szerint. Mint prima bőr. Na? Mit szól hozzá? Most kezdem érteni. Meg akar vesztegetni. Megvesztegetni? Meghívni? Ne csináljunk gondot belőle, nem maga lesz az első. Inkább nézze meg, mit kínálok. Figyeljetek, lányok, a barna Mauzi, a szőke Gabi. Örvendek, igen. Hello, Krisztián vagyok. Tudja mit, Hox úr talán ajánlja fel minden Simánszki kollégának. A békeség kedvéért jobb lesz, ha maga szól neki. Na jó. Hox úr, egy őrült van az öltözőben! Minden szép hány. Megint a kollégája. Pardon, ugye én elnézést. Hadd gyorsan abba is tűnj el, hord el magad! Mondd, elment a józan eszed? Mi ez nálad? Akkori elhűlés? Hát kaputra ment az agya. Aha. Na, mit akarsz még? Maga normális, szóljon neki! A boám, Hox úr! Mit állít, miért hagyja? Esküszöm, gyagyás! Sedd, lányok, nem osztottam lapot! Ne merj a táskámhoz nyúlni! Nem hal! Ez megvan. Most mit szólsz? Természetben fizetsz? Nem sok. De kezdetnek elég. A lányi, semmi közöm hozzá. Holnapra bezáratom ezt a lebújt. Narkórejtegetés, árusítás, prostitúció, vesztegetés. És közben is kisül majd egy csomó disznóság. Hát ez jó. Már kezdhetsz is csomagolni. Szabad napot kaptál a Diliászból. Nálad nincsenek otthon. Ha a hülyeség dalolna, a fejedben volna az operáz. Rá! Add át Korinak üdvözletemet. Aha. Keressen új munkát. Aha. Úgy érted, hogy zabúr? Ha? Mondjuk csak, hogy Koni. Jobban szeretem. Aha. Na, síta, mert... Kicsit túljátszottad. Lehet, de érzem, hogy valami bűnt. Érzésekkel nem megyünk semmire. Ha orrod nincs és szemed csak van, ez a lebúj rohad. És Hox olyan büdös, mint egy oszlásnak indult hal. Azelőtt egy kukkolóban sikálhatta a fülkéket. Most meg más súrol ő utána. Ki az a Koni? Koni a lányom. Nem is tudtam, hogy lányod van. Nem én csináltam, csak együtt éltem az anyjával. Eddig is 4 évig, vagy 4,5 évig úgy szerettem, mint a sajátomat. Te vigyorogsz itt ilyen hülyén? De ronda vagy bajusz nélkül. Életem legszebb 4 éve volt. Jól megértettük egymást. Két macska is tartozott a családhoz. Meg egy pár hímzett bársony papucs. Bizony. Komoly kapcsolat volt. Igazán szerettem. Wen? Mich du fragt doch nicht so blöd, mich die Mutter. Conny natürlich auch. Mensch, das war ein tolles Mädchen. Ne? Unheimlich fix hier oben. Du, was die drauf hat, das glaubst du nicht. Das glaubst du einfach nicht. Jetzt uns mal leben sollen, uns drei. So, warum wir es dann zu Ende?
Akkor miért lett vége? Miért? Igen, miért? A hímzett papucs miatt. Féltem, hogy magam is papucs leszek. Érted? Igen. Na! Vigyázz, Spiri! Jaj, Spiri! Júj, de nehéz vagy! Firmázsa! Firmázsa! És édes, mint a méz! Mint a cukor! Júj, de nehéz, mint a só! Térjed! Spiri! Spiri! Ne félj! Megfizetsz a fuvarért! Számolhatod majd a kék fújtjaidat, mint a múltkor! Hopp! Leszállás! Spiri! Hát te meg, mit csinálsz itt? Hogy jöttél be a lakásba? Volt egy rendőrtiszt rokonom. Tőle maradt rám. És van, mit akarsz nálam? Beszélgetni. Hát kezd el. Küld ki. Ne játsz, ez komoly dolog. Ott a fürdőkád, és ott a kis ágy. Mi történt? Bezárt az a szarhely, vagy te mondtál fel nekik? Még mindig annyit iszol? Ne beszélj bele az életembe, halljuk, mi kell? Te nem változtál. De te igen. Azért még mindig rajongok érted. Semmi okod rá. Csúnyán léptél le. Pedig te voltál a legjobb apám. Mind közül. Igen? Térj a tárgyra, Connie. Nincs időm. Ne beszélj mellé. Miért bántott Pétert? Pétert? Az ki? Hawks. A melegítős kell fel, Jancsi? Semmi bajom vele. Igaz, hogy egy piszkos trici. Sem odora, se stílusa. Egyszerűen nem akarom, hogy egy harmadrangú kerítőnél dolgozz. Tudom, hogy mindenkinek kábítószerrel fizet. Egy-kettőre tönkretesz. De holnap becsukatom a lebújt. Connie, térjél észre, használd az agyadat. Nem a kukkolókkal, nem is a bárral van a baj. Hanem a crackkel, ami nem vitás, hogy onnan kerül ki. Úgy bámulsz, mint aki még sosem hallott a crackről. Tessék, nézd meg! Nézd meg, mi lesz azokból, akik beveszik. Tessék, van itt több is. Nem undorodsz még? Tessék, nézd meg, csupa roncs! Tehát erről van szó. Hawks beszélni akar, vár téged. Nem ment el az eszem. Részeg vagyok, de őrült nem. Jöjjön az irodámba. Holnap vallomást tehet. Menj el hozzá, kérlek. Az én kedvemért. Nekem ő nagyon fontos, mert... Mert? Hagyd békén a hajamat, ismerem az e fajta módszereket. Ha jót akarsz nekem, oda mégy. Miért? Mi ez? Mi van köztetek? Csarol téged? Tud valamit, amivel a kezében tart? Nem, nem semmit. Egészen más oka van. Hidd nekem. Menj oda. Mi az, Pirikém? Megütötted a popsidat? Majd a bácsi meggyógyítja. Na, gyere,
megyünk az ágyikóba, aztán megnézzük a bélyeggyűjteményedet. Új, de nehéz nő vagy. Na, menj szépen, légy jó kislány. Úgyni. Tessék, ki az? Én, Simánszki. Jöjjön jobbra az első ajtó. Jó, várjunk, gyerünk. Nyomja már! Gyere, gyere! Igazán kedves tőletek. Köszönöm. Megállok én. A magam lábán. Nem tudok emelni. Már itt van is vagyok. Szép tőletek. Hú, de sok lett a lépcső. Több lett. De azért egész jól megy. Köszi. Gyere, jó fiú vagy. Ne fáradj, tudok én kocsit vezetni, segítség nélkül is. Én. Szűk a hely. Yeah.
Hey, neked ki adott jogsit? Billy, menj haza. Mindjárt jövök én. Holott. Itt mindenki részeg. Milyen furcsa. Hát ezzel mi történt? Jön a gyomrom. Hát. Fúri, felre állt a világ. Lim Szymanski, keresztnév Horst, született 1943. február 11-én Breslauban. Foglalkozása főfelügyelő, nőtlen. Diagnózis, agyrázkódás, bordatörés, vágott sebe, valószínűleg belső vérzés. Tanner, mit csinálsz itt? Tessék? Mi történt? Tőlem kérded. Én is szeretném tudni. Most élünk? Jaj, nekem! Most élünk, vagy együtt várjuk a feltámadást? Még élünk. Sajnos. Hála az égnek. Féltem, hogy takarékosságból közös sírba temettek veled. Attól az egytől nem kell félned. Próbálj emlékezni, mi történt? Ne üjéskedj itt. Nincs kedvem hozzá. Te mesélj.
Elgázoltak, vagy mi? Na, várj csak. Annyit tudok, hogy... hogy felszedtem a szokott kis punklányt, és mentem vele haza. Közben benéztünk egy-két helyre. Igen, minden itt ittunk olyan erős zöld pancsot, amit szeret. Fúj! Tarani. Na, hány ingerem van? Összefolyik az egész. Nem megy. Olvasd te. Egy rendőrtiszt elveszti az eszét. A bártulajdonos halott. Ja, ez baj. Mondd csak, nem közülünk valaki? Ámokfutó rendőrtiszt rémtette és a többi. Simánszki főfelügyelő súlyos sérülésekkel fekszik. Szolgálati fegyverének egyetlen lövésével megölte Péter H. bártulajdonost. A vizsgálat jelenlegi állása szerint alkoholos befolyásoltság hatás alatt cselekedett, de valószínűleg kábítószert is fogyasztott. Horst, Hox a te fegyverettől halt meg, ez nem vitás. Lehet. Téged pedig egy autóroncsból emeltek ki. Lehet. Az a kis punk kábított el? Gyógyszert adott be, megszúrt, vagy mi volt? Én soha életemben nem zabáltam gyógyszert. Még aspirint sem veszek be soha. Elég nekem a szesz is. Tanner. Na. Mi van? Ugye te nem hiszed el ezt a mesét? Mit számít az, hogy én mit hiszek? Az államügyész véleménye az számít, ő meg minden rosszat elhisz. És van egy pár kollégánk, aki alig várja, hogy üthessen rajtad. Nem érdekes, hogy miért. Hajtóvadászat indul Simánszki után. Pisilni kell. Mi? Tessék, tessék, lehet. Na, várj, várj, várj! Már tök részeg voltál, amikor a lányt felszedted. 100 tanú van rá. Mit akartál még Hoxtól? Már úgyis ki volt ütve. Megfogadtuk egymásnak Horst. Aki részeg, az nem intézkedik. Fogadtuk. Nem is tudom, mi történt. Most az egyszer nem tartottam meg. Egész biztos volt valami. De majd kinyomozom, hogy mi... A fene! Ki áll mögötte? Én nyomozom ki. Te itt fekszel. És nem avatkozol semmibe. És rám bízod magad. Doktor úr, várják a kezelőbe. Jó, tudom, várjanak türelemmel. Mondd, ez a Schaefer miért támasztja kinn a falat? Ja, ő? Nem tudom. Bökd ki. Ő téged őriz. Őrizetbe vettek? Ki akarnak csinálni? Majd én őket. Most mit ugrálsz? Örülj, hogy élsz, és nem rabkórházban vagy. Schaefer. Schaefer! Mi a baj? Hívjam a nővét? Gyere be. Rosszat álmodtam. Szörnyű volt. Félek aludni. Na és ringassalak? Csinálj akármit, ami jó. Olvasd fel, mesélj. Netán simogassalak? Elment a maradék eszed is. Fogd a kezemet. Gyere, hűj ide mellém az ágyra. Egész közel. Hát, ha elalszom tőle. Na jó. Na, ülj már le. Ide. Úgy. Ja. De jó. Milyen meleg vagy. Meleg a kezed. Mi van, Simánszki?
Belém szerettél, vagy mi? Jaj, Schäfer. Hát nem vetted észre. Régen kívánlak. Amióta együtt járőröztünk. Éjjel volt. Hideg éjszaka. Ott álltunk együtt egy kapu alatt. De szép volt. Megvan még az a külnéd. Meg hát. Hadd érezzem újra. Gyere ide. Nem értelek. Tudod, Simanszky, ha akkor szóltál volna, hogy te is vagy... Te... Ne gondolkodj most, Szivi. Csak érezz. Na, gyere. 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 Szabad most neked. Ez a külli. Elveszi az eszemet. Bizony, Szivi. Első a kötelesség. A szerelem csak aztán jön. Engedj be, Connie. Vannak nálam. Hová küldtél engem, te lány? Kis hián ott hagytam a fogamat. Hogy? Te kerested a bajt. Te csaltál csapdába. Halljuk, kinek a parancsára tetted? Ne beszélj csapdáról. Én közvetíteni akartam, te csavarodtál be megint. Egyet megígérek. Ha még nem fenekeltelek el, most megkapom. 3 napig nem ülsz a székre, az biztos. Te bekerültél, hívom a rendőrséget. Connie, még jóvá tetted. Elvezethetsz engem azokhoz, akik erre biztattak. De kikhez? Én nem ismerek senkit. Én sem. Eddig. Ez a sok szanfles üzlet, mondd. Ki áll mögöttük? Ki él a haszon? Én nem ismerek senkit Hoxon kívül. Én nem akartam más, csak békét teremteni. Jaj. Két legyet ütöttek egy csapásra. Hoxon és engem. De ki áll mögötte? Connie. Gondolkozz. Síts, Connie. Nincs sok idő. Ki fizeti ezt a kéklit? Kitartatod magad? Osztályon felüli cucc. Van itt a pasasnak ruhája? Jó környe van. Fogd. A te Jackid. Jó Isten. Te szentimentális liba. Az vagyok. Legalább 5 pasas esett nekem. Egymás után. A második párban volt egy olyan... déli típus. Török, arab, vagy mit tudom én. Dolgoznak ilyenek a szemflesnél? Koni, tört a fejed. Nem találkoztál hasonlóval? De igen, a nagy csarnokban. Ott kéne megnézned. Oké, akkor öltöz, megyünk. Elnézést, a szalfrös meg szállít? Nem én. Bocsánat, a szalfrösnek lesz? Nem, de volt.
Mondja csak, a Sunflashnek dolgozik? Most játszom. Tilos? Szép állás. A Sunflash emberei? Hová tűntél? Azok a Sunflashnek rakodnak. Azok ott? Szemben? Másodszor csaltál csapdába. Egy követ fújsz ezzel a bandával. Képzelőd. Nem én. Te tudod, ki a főnök. Ne fáradsz. A zsarok. El akarnak kapni. Mi ez a cirkusz? Melyik oldalon állsz?
Halljuk, ki akar megöletni. Kinek vagyok útban? Senkinek. Te támadsz ártatlan emberekre, mint egy vérszomjas őrült. Ne hazudj. Ne hazudj. Ne hazudj. Ki az a Merting? Nem tudom. Az az. Te! Jaj! Nem hagytál cserben. És most összehozol avval, aki az egész gépezetet mozgatja. Istenem, miért nem hagytalak megdögleni? Hiszen gyűlöllek. Csak bajnak kerültél elő. Hol voltál 12 évig? És miért vagy itt most? Azért, hogy vigyázzak. Hogy kihúzzalak a mocsárból. Jaj! Hiszen te rántasz bele. Vissza kell menned a kórházba. Nem. Térj észre. Nem. Nem. Ágyban a hely. Thank you.
feküdj le szépen, és hagyj aludni. Nem hallod? Nem vagyok valami jól. Aludni szeretnék. Hát csak aludj. Ja, szállj le rólam, és hagyjál békén. Talán félsz. Frászt, de hogy félek. Csak az apád vagyok. Nem vagy az apám. Kelj fel! Na! Tanner! Ne próbálj átverni! Connie telefonált, érted? Ő volt? Ne félj, most nem szöksz meg! Nesze! Vagy laposra verlek! Nem érdekel, hogy milyen beteg vagy! Esküszöm, nem vagy normális. Ilyen sebben járkálni. Tisztára akartalak mosni, de nem hagytad magad. Inkább nevetségesé tettél. Nem szívesen. Hidd el. Sajnálom. Ha, nem merted rám bízni magad. Így vesztettél el. Átálltál hozzájuk? Kérdeztem valamit. Kinek az oldalán állsz most? Nem hagytál választást. El akarnak tenni az útból. Porszem vagyok a fogaskerekek közt. Darás fészekben nyúltam. A crack a Sunflashből jön. Te nem hiszed? Tényeket, bizonyítékot. Én nem értelek téged. Nem érzed, hogy bűzlik az egész lokál? Szét kellene szedni. Miért nem avval törődsz? A crack ügyel törődj! Most a Simanski ügy a legfontosabb. Jobb, ha tudomásul veszed. Ott egy hulla, akinek a te fegyvereddel lőtték át a fejét. Ott egy fél tucat autóroncs, egy kollega, akit megsebesítettél, a trógerek, akiket megvertél! Kórházba és 6 embert állítok az ágyad mellé. Ne vigye még elő, fizessek ki a szobát, 90 márka. Nincs nálam pénze, idem. Mennyi kéne, 90 márka. Míg? Ki tud adni 90 márkát? Simanski helyet, ugye? Akkor összegyűjtünk, na gyorsan! Thank you.
hogy állj meg! Mit csinál, idióta? Herbert Melding. Haló. Sajnos nem tartózkodom otthon. Kérem önt, hogy sürgős esetben hívja a 211-451-812-t. Miért nem adod le? Hová adod? Ne önzősz! Ne játsz haza! Rúg már vissza! Mozogj már! Miért nem rugod? Nem a tiéd a labda! Nekem is rúgjad! Miért rúgjad nem adod le? A végre! Cselesz ki! Hát ilyen nincs. Na, nekem basszod most! Miért? Adjatok kölcsön 50 feniget, jó? Nincs nálunk! Miért nem dolgozol, öreg? Maradt valami a zseppénzedből? Miért? Szeretnék üzletet kötni. Mit akarsz adni? Várj csak, mit is. Adhatnék akár egy prima golyóstollat, 50 fenigért. Tollám sok van. Na, várjunk csak. Mi van még? Itt egy útlevél. Útlevelem is van. Az apujén. Az apujén. Hát akkor... Mi ez itt felül? Karamella, az jó. Azzal tudok egy kunstot. Feldobom 10 méterre, és elkapom a számot. Nézd csak. Hopp. Ja, nézd. Mit szólsz hozzá? Hülyeség. Ezt a bátyám is tudja. Megbuktam. Na, nézzük csak. Mi ez a logó itt? Ezt az egyet nem adhatom oda, ez a jelvényem. Ez hozzám van nőve. Nekem ez kell. Adok érte egy márkát. Na jó, legyen a tiéd. Tessék. De akkor ideadod még ezt is, meg ezt, jó? Ezzel együtt. Oké? Hozzon szerencsét. Sanfles Wuppertal. Mit óhajt, kérem? Melting urat keresem. A nevét legyen szíves. Mario Hernández barátja vagyok, és közös érdekből fontos, hogy azonnal beszélhessek Melting urral. Értekezletem van, és már nem is jön vissza. Szíveskedjék holnap hívni. Hívom. Hol van Melting? Takarodj! Itt nem lehet potyán kukkolni! Ne rángass te! A Duisburgi rendőrségről jöttem. Hol a jelvény? A fene egyen meg! A rendőrségről, te szakadt állat! Na ez volt a végszó. Most már elég. Ha nem adtok tisztességes választ, én úgy... Hagyd ezt. Értsünk szót. Júj. Beszéljünk végre komolyan, szép lány. Ha nem akarod, hogy bevigyelek oda, ahol nem lesznek veled olyan udvariasak, mint amilyen én vagyok, szépen kérdezlek téged. De most utoljára, finoman és halkan. Mondd meg szépen. Hol van Melting? Te még nem vagy 18, igazolványt ide. Én csak Márton. Igazolványt. Nincs nálam. Ma vagyok először. Gyerünk, hagyd békén, szegény gyereket, úgy sem tud semmit. Azt kérdeztem, hol van Melting? De miért ilyen durván? Szépen jó is lehet. Ugye, hogy illik? Hölgyem, hol van Melting úr? Ott van fenn.
Hol? Fenn a harmadik emeleten. Tizenhat vagy, igaz? Hát. Melyik hőjük melting? Melyik a társaságból? Csak maga lehet. Jó, de ki ön? Miért kérdik? Tudják. Az úr Horst Simanski főfelügyelő, ha nem tévedek. Az újságok tele vannak önnel. Mit jelentsen ez? Nem volt jó sofőr. Le akart lépni, amikor felismertem. Mivel szolgálhatok? Mondja el, mivel foglalkoznak? A krekken kívül. Nem értem, miért gyanúsít bennünket, hogy bármi közünk van a krekhez. Ez abszurd. Kell, hogy valami alapja legyen. Megölték Hoxot. És a nyakamba akarták varni. Aztán megpróbáltak megölni. Eddig még nem sikerült. Ő ott volt, amikor elkábítottak és lelőtték Hoxot. A Sunflashnél dolgozott. Egyáltalán nem vitatom, meg lehet. Több száz dolgozónk van, ez nagyon kiterjedt vállalkozás. Épp ezért nem vállalhatjuk a felelősséget, ha valamelyikük kábítószerügyletekbe keveredik. És embertől? Erről majd négy szem közt. Tessék, szolgálja ki magát. Nézze, Simanski, nagyon kellemetlen, és most mindannyiunk nevében szólok, hogy gyanúba vette ezt a vállalatot. Hogy egyszer s mindenkorra tisztázzuk a dolgot. Hox egész csomó kétes elemet csempészett be hozzánk, akiktől én igen gyorsan meg fogok szabadulni. A Pipsó sajnos rossz hírű üzem. Tudom, önök csak kukkolónak hívják, de ez hozza a legnagyobb hasznot. Ezért is csináljuk. Merem állítani, hogy jobban fizet, mint a kábítószer. Annyit keresünk a kukkolókkal, hogy az minden törvénytelen üzelmet feleslegessé tesz. Iparengedélyünk van rá, és igyekszünk mindenben követni az előírásokat. Úgy vezetjük, mint az éttermeket, a diszkókat és bárokat, vagyis ahogy kell. Elárulhatom önnek, Simanski úr, most készülünk egy sor csemege kereskedést nyitni. Hogy új területeket hódítsunk meg. Ezért jöttünk itt össze. Tudja, kérem, én diplomás közgazda vagyok. Külkereskedőként világcégeknél dolgoztam, és szereztem elméleti és gyakorlati tudást. Hol lehet ilyesmit tanulni? Kölnben és New Yorkban. Kölnben és New Yorkban. Kölnben és New Yorkban. Te akarsz engem eltetetni az útból, te rohadt. Te mocskoltad be az én konimat. Te most elmesélsz mindent. Honnan jön a krek? Milyen úton? Ki osztja szét? Hol? Halljuk! Gyilkos banda! Hát nem a főnökötök?
ki a nagyfőnök. Éjjel Duisburgban. Mi lesz ott? Calabrese. A nagy csarnok. Mit akarsz vele? Minek jöttél? Nem akartam, hogy meghalj. De hogy kerültél oda? A lányok felhívtak, hogy ott vagy. Miért pont téged hívtak fel? Azért, mert tudják, hogy miattam csinálod az egész cirkuszt. Mi történt megint? Mertink halott. Halljuk, ki az igazi főnök? Az igazi? A főnök, a Sunflashi, az egész kupleráé. Mertink. Ő nem az biztos. Végeztek vele. Szemrebbenés nélkül. Szerintem Melting volt. Vagy Hawks. Mit tudom én, fogalmam sincs. Connie, ha még egyszer átversz, én esküszöm neked, hogy úgy el... Ahova belépsz, valaki meghal. Még nem volt elég. Nem, nem volt elég. Mert én is élni akarok. És már tizedszer törnek az életemre. Csak magamat védem, az írhámról van szó. Nekem elég. Nem játszom tovább az őrangyal szerepét. Nálad minden szerep. Mást mondasz és mást gondolsz. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte dich nicht mehr aus. Aber ich halte dich aus. Lass mich endlich in Ruhe. Geh ins Krankenhaus, leg dich ins Bett und halt die Schnauze. Nein. Ich zieh dich aus dem Dreck. Das verspreche ich dir. Szájki, gyerünk! Kihúzlak a szennyből. Higgy nekem, ennyit kérek. Értem, jöttél, mert sajnálsz. Igaz? Te. Kislány, mi összetartozunk. Tudod, én téged nagyon... Szóval én... Tudod, hova megyünk? Találd ki! Most ki a szentimentális lipa? Én. És? Simánszki. Igen? Simánszki. Kérlek, hagyj békén engem. Mi történt veled, kislány? Felnőttem. Nem. Rossz társaságba kerültél, ez minden. Egyik férfi olyan, mint a másik. Ezt ne mondd! Hadd éljek a magam módján. Miért? Mert késő. Ugyan, soha nem késő. Látnod kell, ha nem vagy vak. Már nem vagyok a te kis konid. De... Tudom, jól besároztak. Letörüljük együtt. Oké? Okay? Zabu vagyok. Hagyd ezt a hülyeséget, Zabu, Zabu. Ugyan, Koni vagy. A régi kis Koni. Zabu vagyok. We'll be right back.
indul kifelé! Hagyjál! Csend legyen! Választ, hogyan szeretnéd? Négy kézláb? Vagy feküdjek le? Hasra? Hanyat? Ruhástól? Anélkül? Menj vissza a rendőrségre és ne fáradsz! 13 Jahre lang war ich dir scheißegal und ich hab dich geliebt wie nichts auf der Welt. Du bist einfach abgehauen von einem Tag auf den anderen, hast dich um nichts geschert, nicht um die Mutti, nicht um mich. Weg! Wir haben doch jetzt nicht alte Geschichten auf. Du hast abgegessen. Glaubst du mir? Weißt du, was du angerichtet hast? Du mit deinen Versprechungen und mit deinen blöden Sprüchen? Nur allein bist du stark. Was du willst, das musst du dir nehmen. Von alleine gibt dir keiner was. Der Tiger im Dschungel. Über Grenzen gehen, niemals Halt machen und. Das sind doch alle Kamellen. Das war damals so eine ganz andere Situation. Ja, glaubst du, mir ist es leicht gefallen. Du hast es damals alles völlig falsch verstanden. Du warst ein Kind. Ich hab's verstanden, ich hab's genau verstanden und deshalb hau ab. Geh in dein Polizistenbüro und lass mich zufrieden. Nein, du. Azt mondtam, hogy összetartozunk. Gyere le, viszlek. Elmegyünk innen együtt. Mennyit keresel, nettó? 3000 körül. Akarsz szalagot? Hetenki? Nem, havonta. Alkalmazott vagyok. Zsaru! Én a háromszorosát keresem, extrák nélkül. És ha strapálom magam a 4-5-szörösét, hogy biztosítod a nívót, amit megszoktam? Te vacak zsaru! Te csóró kis zsaru! Gondi! Ne csinálj butaságot. Kérlek, légy észnél. Letartóztatlak. Csak egy fél órát adj. Egy percet sem. Ennek vége. Ne felejtsd el, hogy én hívtalak ki. Nem szököm meg, ígérem neked. A barátságunkra. Barátságunkra. Hol van az már? Bebizonyítom, hogy igazam volt. Egy fél órán belül. Csak annyit adj. Utána bevihetsz, ha akarsz. Tanner, én többé nem lépek le. Oldjuk meg együtt az ügyet.
Vége a színjátéknak! Függöny! El innen! Innen! Igazam lett. Mégis jó horom volt, Nesze! Nesze, nézd! Hát nem mondtam. Nem mondtam. Itt van, Greg. Tele van az egész. Tessék, nem hitted el. Tessék, nem hitt nekem senki. Nézd! Ezt is megtömték. Na, nézd! Itt van az egész! El akartál vinni utazni, hát most én viszlek el. Hajts! Állj meg!
Tudtam el. Ne lőj, Tanner! Ne avatkozz bele! Hajd meg! Jól kiporollak, és sitre vágatlak. Te akarsz kiporolni? Ha, te buta zsaru! Na gyere! Régen várok rád. 12 éve. Elment az eszed? Becsavarodtál, vagy mi? Warum machst du denn das Ganze? Weil ich dich hasse. Weil ich selbst bestimmen will. Ich bestimme. Ich. Ich bin die Stärkste. Ich hab die Macht, nicht du. Te vagy a legmocskosabb nő. Akit életemben ismertem. Állj meg! Nem hallottad? How far we've come in this world. Where'd you think we'd be? You think the world wakes up in noon and left it all behind. You hear the music. Most beviszlek a kórházba. Én meg téged.
that you're gone. Of the woman I see, you were just a child. Not the one who's walking the street, not the one who's running wild. See, your life hasn't changed them much. You don't want to know all the love we shared in this world. Not so long ago, why did you go? Now that you're gone.